Február 1-től a Kossuth utca 1 szám alatt dr. Sipos Tímea helyettesítő gyermekorvos látja el a 2-es számú körzet betegeit. A doktornő Nádudvaron gyermekházi orvos, ezért nem először jár Püspökladányban. A 3 gyermekes édesanya Hajdú Szoboszlónél sivatásként tekint a szakmájára. Hajdúszoboszlón élő 3 gyerekes családban élünk a férjemmel, a gyermekeimmel, illetve már felnőttek, mert nem gyerekekként kell őket említenem. A nagy lányunk 34, a fiam, vagy 35-dik, a fiam 24, a kisebbik pedig 20 évesek. Mindegyik ők már szépen alakítja az életét. A lányunk New Yorkba él, az idősebbik fiam Szegeden fogorvostan hallgató, a legfiatalabb pedig jogi joghallgató Debrecenben. És igazándiból én 28. éve élek Hajdúbihar ezen a részén, mert Szabolcsban, Borsodban nőttem fel, viszont ugye az egyetem idehozott Debrecenbe, majd ide jöttem férjhez Hajdúszoboszlóra, és hát a környéken kezdtem el dolgozni. Nagyon sokáig mentőztem, és ugye a mentő révén is a megyében nagyon sok helyre eljutottam, és közel, mondjuk júniusban 14 éve lesz, hogy Nádudvaron vagyok gyermekházi orvos, és ugye a relatíve kis távolságok miatt többször volt már, hogy segítséget kértek tőlem szomszédos településekről a munkagyanán, és így kerültem először, kb. 8-10 évvel ezelőtt helyettesként Püspökladányba. És ez a kötődés valahol úgy látszik meg is maradt, mert most visszatért, mint helyettesítő körzet az életembe Püspökladány, aminek én nagyon örülök, mert Püspökladány egy csodálatosan kedves kisváros. Én szeretem az embereket itt, és szeretem a munkát is, amit végzek, mint gyermekorvos. Dr. Sipos Tímea elárulta, hogy egy gyermekkori élmény után indult a szakma iránti érdeklődése. Volt egy nagyon aranyos családi sztorink, ha megengedik. 3 éves voltam, és nagymamám, akit én nagyon-nagyon imádtam, megbetegedett. Valami banális, valószínűleg nem nagy dolog lehetett, és állítólag odaálltam nagymamám elé 3 éves kis pöttömként, és azt mondtam neki, mama, ha én fölnövök, orvos leszek, és én foglak téged meggyógyítani. Úgyhogy állítólag innen indult az én elhivatottságom a család szerint, és utána mindig mindenkit meg akartam tényleg gyógyítani, játékban, mindenben. Majd 6-7 éves koromba kerültem Miskolci Gyermekegészségügyi Központba egy agyrázkódás miatt felvételre, és ott döntöttem el, hogy én gyerekorvos szeretnék lenni igazándiból. És hát ugye ez az életem során ez szépen ki is alakult, dolgoztam érte, azt gondolom keményen, bár egészségügyi szakközépiskolát végeztem Miskolcon, tehát ápolónőként kezdtem dolgozni, de nem adtam föl, és fölvettek az orvosi egyetemre, elvégeztem, utána elkezdtem dolgozni, és hát mikor megismertem a férjemet, akkor ugye visszakerültem Debrecenbe, Nyíregyházán voltam először gyermekorvos, és így lettem gyermekszakorvos, a Kenézi Kórházból a 2. gyermekem születése után már nem mentem vissza, és vegyes praxisú házi orvos lettem, megcsináltam azokat a szakvizsgákat is, tehát nekem van felnőtt házi orvosi végzettségem is, és utána így dolgoztam jó pár évig, mint vegyes praxisú házi orvos, és most már tisztán gyermekpraxisú házi orvosként dolgozom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Én nem is tudom elképzelni, hogy más csináljak. Van iskolaegészségügyi szakvizsgám is, de azt gondolom, hogy inkább azt kell erősítenem, és azt kell preferálnom, hogy minél inkább holisztikus és minél nagyobb látószögűt gyerekgyógyászati képzésekben menjek el és vegyek részt ahhoz, hogy alapellátás szintjén jól tudjak segíteni a gyermekeknek. A doktornő elmondta, folyamatosan ismerkedik a püspökladányi körzet szokásaival, s igyekszik saját tapasztalatait, meglátásait megosztani a szülőkkel. Egy olyan körzetet vettem át Viktória doktornőtől, ami egy nagyon szépen működő gyermekek és a szülők szempontjából nagyon jól kommunikáló körzet. Úgyhogy most az elsődleges célom az, hogy az én már koromból adódóan megrögzött akár, de igyekszem ezt nagyon rugalmasan kezelve, az én metodikámat, a munkamenetemet összeegyeztetni a körzetnek a szokásaival, és kialakítani egy olyan prevenció szemléletű gyógyítást, amit én már a saját körzetemben Nádudvaron viszek. Ez azt jelenti, hogy szeretném edukálni a szülőket, hogy minél inkább lássák, hogy a megelőzés a időben elkezdett megfelelő lépésekben és megfelelő készítményekkel történő kezelések
mennyire meg tudják előzni a súlyos problémákat, és az elsődleges célom az, hogy megtanítsak a szülőknek nagyon sok mindent, amivel nem válnak függővé közvetlenül az orvos munkájától. Ez azért fontos, hogy értsék, nem az orvosnak nem az a dolga, hogy ne dolgozzon, tehát szó sincs róla, hanem az, hogy megtanítsam a szülőknek, hogy otthon, amikor nincs segítség, nincs ott az orvos, akkor is tudjanak reagálni egy helyzetre. Tehát nekem mindig az a célom ebben a prevencióval, az edukációval, hogy megtanítsam, hogy otthon ők hogy tudnak reagálni egy-egy helyzetre, és amellett, hogy természetesen szeretném minél inkább a gyerekek igényeire szabni a kezeléseket és a munkámat, ez nagyon fontosnak tartom, és ezért én nagyon sokat dolgozok, beszélek, és mondom, csinálom, amennyire csak erőmből telik. Úgy gondolom, hogy főleg egy gyermekorvosnak nagyon fontos, hogy jó kommunikációs képessége legyen ugye a gyerekeket illetően, hiszen ide naponta nagyon sok gyerek jön a szüleivel, és ugye csak meg kell vizsgálni, ki kell nyitni kicsit a kis lelkét, ezt hogyan szokta megoldani, milyen trükkjei vannak? Ez aranyos kérdés, még sose kaptam ilyet, köszönöm. Most egy pillanatra meg is lepett vele. Igazság szerint én azt gondolom, hogy a gyerekek megértik, hogyha az őszintjükön mondjuk el, hogy mi történik. És fontos, hogy lássák, hogy mit csinálunk. Tehát nem szabad őket, én vallom, hogy nem szabad őket lefogni és erőszakkal belevinni egy vizsgálatba, hanem el kell kezdeni velük kapcsolatot teremteni. Ha kell egy kis csiklandozás, egy kis beszélgetés, egy kis játék, megmutatom az eszközöket, amivel dolgozni fogunk, odaadom a kezébe a hallgatót, odaadom a pupillalámpát, mindent, ami kell, a spatulát, bármi, ami ahhoz szükséges, hogy őt meg tudjam vizsgálni, hogy elhiggye, hogy ez számára nem olyan rémisztő, mint amit a félelem mondanak, és akkor utána nagyon gyönyörűen be tudjuk vonni őket a vizsgálatba. Én most is előfordult, és kimegyek a váróba vizsgálni, hogyha a gyermeknek arra van igénye. Úgyhogy igazság szerint azt gondolom, hogy azzal, hogy őt bevonom, és próbálunk együtt dolgozni ketten, azzal meg lehet őket győzni, és nem fognak félni az orvostól. Megtisztelő, hogy itt lehetek, és bízom benne, hogy a szülőkkel együtt fogunk tudni dolgozni, fogunk tudni kommunikálni, és megelégedésére fogok a városnak itt praktizálni.